Lángok a nyugatmecsekben, ezeken a felvételeken. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a két évvel ezelőtti esethez. Még helikoptert is bevetettek, hogy megfékezzék a pusztítást. A pécsi járási ügyészség most emelt vádat az ügyben. A dokumentumból kiderül, hogy a vádlott 2021 nyarán költözött egy pécsi külterületi zártkerti ingatlanba. A szemközti telken volt egy gödör, amit a vádlott rendszeresen használt kerti és kommunális hulladék égetésére úgy, hogy sem a tűzgyújtásra, sem a hulladékgazdálkodásra vonatkozó szabályokat nem tartotta be. 2022. augusztus 18-án tűzgyújtási tilalom volt érvényben. A vádlott ennek ellenére kora délután műanyagot, fémdobozokat és háztartási szemetet helyezett el a gödörben, majd azokat egy öngyújtóval meggyújtotta. A keletkező tűz hamar átterjedt, belekapott az aljnövényzetbe, és a szárazság és a szél miatt rohamosan tovább terjedt. A vádlott és szomszédja megpróbálták eloltani a tüzet, de nem jártak sikerrel. A tűz hamarosan átterjedt a szomszédos ingatlanokra, majd a széljárás megfordulásával a többi irányban is pusztítani kezdett. Összesen 17 sértett telkén okozott a tűz több tízezer forinttól több millió forintig terjedő összegű kárt. Három lakóépület teljesen leégett. Az egyik lakóépület úgy semmisült meg, hogy a tűz következtében felrobbant a benne elhelyezett két gázpalack. A nyugatmecsek tájvédelmi körzethez tartozó erdő részleteket is érintette a tűz, amit az Orfői tóból kivett vízzel helikopter segítségével a levegőből oltottak. Megsérült a környékbeli áramhálózat is. A vádlott cselekmények következtében több mint 50 millió forint kár keletkezett. Az ügyészség a férfival szemben 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, különösen nagy kárt okozó gondatlan közveszélyokozás vétsége, és 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő hulladékgazdálkodás rendje megsértésének büntette miatt nyújtott be vádiratot. Vádiratában azt indítványozza, hogy a bíróság a vádlottat szabadságvesztésre ítélje. Ilyenkor a halmozati szabályok szerint kell a büntetést kiszabni. Az irányadó büntetési tételkeretet jelen esetben úgy számítjuk ki, hogy a súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekménynek a büntetési tételét vesszük alapul, és annak a felső határa emelkedik a felével. Ez azt jelenti, számokban kifejezve, hogy 1 évtől 7,5 évig terjedő szabadságvesztés az, amely kereten belül a vádlottal szemben a büntetés kiszabása lehetséges. Mint ismert, az eset után az elkövető bocsánatot kért minden károsultól, és azt ígérte nyilatkozatában, hogy a károkat a legjobb tudása és szándéka szerint meg fogja téríteni a lehető legrövidebb időn belül. Az ügyészségi szóvivőtől megtudtuk, hogy a rendőrségi eljárás alatt erre nem került sor. A károsultak így a bírósági szakaszban polgári peres úton kérhetik a kártérítést a mecseki tüzet okozó férfitől.